mulatság, februárban farsang vár, búcsúztatjuk a telet, várjuk már a meleget. Lezárult a Berentei Általános Iskola farsangi szavazás eredménye. Sajnos idén rendhagyó módon zajlott a mulatság, hiszen a vírus nem tette lehetővé, hogy személyesen is megcsodáljuk a jelmezbár résztvevőit. A gyerekek kreatív jelmezei olyannyira jól sikerültek, hogy rengeteg szavazat érkezett, amit ezúton is köszönünk. Engedjék meg, hogy ismertessük a végleges sorrendet. 16-ként végzett az egyes sorszámú Kobra Kai sorozat egyik főszereplője, Havok. 15. helyezést szerzett a 14-es sorszámú Hazájáért harcoló katona. Tizennegyedik lett a 36-os versenyző, a Szépséges hercegnő. Tizenharmadik lett a 16-os jelmez, a Halak jó barátja, a horgász. Tizenkettedik helyezést ért el a 44-es jelmez, a Híres focista, az aranylábú argentin Lionel Messi. Tizenegyedikként végzett a 9-es jelmez, az óriás felhőkarcoló. Tizedik helyezést ért el a 17-es csontváz. Kilencedik lett a 19-es jelmezt viselő, habatéseket varázsoló Elza hercegnő. Nyolcadiként végzett a 39-es jelmezes, az egyszarvú unikornis. Hetedik helyezést ért el a 34-es sorszámú félelmetes kalóz. Hatodik lett a 28-as jelmezes beöltöző, a kardot viselő lovag. Ötödikként végzett a 37-es jelmez, biológiai órákról ismert alakja a csontváz. Negyedik helyezést ért el a 27-es jelmezt viselő édes kis cica. Elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, jöjjön a top 3 jelmezes. Harmadik helyen végzett a 32-es jelmez tulajdonosa, a daramboló kis cica. Második helyezést ért el a 21-es sorszámú, dínó háton érkező dínó lovas. És aki megnyerte az iskolai farsang jelmezes bemutatóját, nem más, mint a 35-ös sorszámú ízelt lábú pók. A legtöbb szavazatot elért gyermekek díjazásban fognak részesülni, amit a járványügyi helyzet végezte után az iskolában vehetnek majd át. Köszönjük, hogy idén is megtiszteltek bennünket szíves figyelmükkel, és végigkísérték az iskola farsangi műsorát. Reméljük, jól szórakoztak, és sikerült mosolycsalni az arcokra. Köszönjük a sok szavazatot, amit a gyerekek jelmezeire küldtek.